helybe visszük a szűrővizsgálatokat. A tavaly indult program, amely elsősorban az ország hátrányos helyzetű településeit célozza meg, ebben az évben is nagy népszerűségnek örvendett. Kedden 3 szűrőbusz érkezett Nagycserkeszre, ahol számos ingyenesen elérhető vizsgálatot vehettek igénybe a helyiek. Magyarországon továbbra is magas a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésekből fakadó halálozások száma, emiatt is bővítették erre az évre a szolgáltatások számát. Éppen ezért méhnyakszűrés, nőgyógyászati méhnyakszűrés található a buszainkon, kardiológiai állapotfelmérés és szakorvosi ellátás, stroke prevenció, valamint egy általános állapotfelmérés, ami EKG vizsgálatot, vércukorszint meghatározás, koleszterin szintmérést, EKG-t, egy bokakarindex vizsgálatot, ami a végtagjelek állapotáról ad némi felvilágosítást, illetve egy InBody nevű készülékkel egy testösszetétel analízist vizsgálunk, valamint a helyi egészségügyi szolgáltató kapacitásának függvényében még egy valami vizsgálatot, jelen pillanatban bőrgyógyászati szűrést végzünk. Az eseményeket minden érintett településen a területileg illetékes kormányhivatal szervezi meg. A szűrések helyszínére egy kormányablak busz is kilátogat, ami azért fontos, mert a résztvevők ezen keresztül regisztrálni tudnak az ügyfélkapun. Ennek köszönhetően később meg tudják tekinteni az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térbe feltöltött vizsgálati adataikat. A kormányablak busznak, illetve a szűrőbuszoknak rendkívül örülnek az emberek. Minden esetben együttműködünk az önkormányzatokkal. Kérjük a polgármestereknek, önkormányzati hivataloknak a segítségét abban, hogy kiértesítsék az állampolgárokat, hogy ők tudjanak róla, hogy mikor lehet igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Azt látjuk, hogy ahol megjelenik ez a szolgáltatás, ott sok ember igénybe is szokta venni. A komplex vizsgálatokat az adott megye egészségügyi szolgáltatójával együtt végzik, így ha szükséges, a kórház berendeli további vizsgálatokra, kezelésekre a pácienst. Ennek azért is van nagy jelentősége, mert a jelenlegi járványhelyzet miatt nehezebben elérhetőek az egészségügyi intézmények állapotfelmérő szolgáltatásai. Stroke szűrés, kardiológiai szűrés, méhnyakrák szűrés, vastagbélszűrésre mintát lehet beküldeni, életmódtanácsadás van. Szeretnénk fölhívni az emberek figyelmét, hogy ez nagyon fontos, hogy korai stádiumban diagnosztizálják ezeket a betegségeket, ha van ilyen, és jöjjenek el minél többen. Különösen fontos ez a koronavírusos járvány helyzetében, hogy nem kell zsúfolt rendelőkbe bemenni, itt helyben eljönnek, remélem a nagycserkesziek megértik, hogy az ő egészségük nekünk fontos. Az országjáró program 16 hete tart, és még 4 hét van hátra belőle. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csütörtökön Székelyben tesznek látogatást a szűrőbuszok.